Köszönöm. Tehát vendégünk ifjabb Varga Sándor, az Élőbolygó Alapítvány képviselőjeként van jelen, mint biodinamikus gazdálkodó. Másik vendégemet talán már nem is kell bemutatni, mert nem először van jelen körünkben, Horváth Dénes ökológus, aki a tájfajta gyümölcsfák szaporításával foglalkozik. Nem is olyan régen, egy két évvel ezelőtt én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy egy opusztaszeri biogazda tanfolyamon egy filmvetítésen vehettem részt. A Queen of the Sun című filmet vetítették a házigazdáink, és bizton állíthatom, hogy ez az a film, ami nekem egy pálfordulást okozott az életemben, és teljesen megváltoztatta a szemléletemet és a gondolkodásmódomat a méhekkel kapcsolatosan. Ez idáig még nem láttam ezt a filmet, én is úgy gondolkoztam, hogy vannak, léteznek, virágból virágra szállnak, különösebb jelentőséget nem tudom, hogy nyitottam nekik. A film hatására azonban rádöbbentem a fontosságukra, és megtudtam, hogy bizony-bizony az élelmiszerünknek 40%-át ezeknek a kis beporzóknak, a méheknek köszönhetjük. Napjainkban gyakran hallunk a méh pusztulás, illetve a kaptár elhagyás jelenségéről, ami főképp Amerikában jellemző. Kérdezném Sándort, hogy Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatosan. Igen. Először is mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen a lehetőséget. A kaptár elhagyás egy új keletű történet. Először 2006-ban észlelték Amerikában. Nagyon egyszerű a dolog. A kaptárban ott a méz, ott van a fiasítás, minden ott van, kizárólag méhek nincsenek. Ez olyan hullámban söpört végig, mint Amerikában, illetve Európában és Ázsiában is. Voltak olyan méhészetek, ott egy picit nagyobb számokkal dolgoznak, ahol két hét leforgása alatt 40 ezer kaptár ürült ki. Most az annak a fényében, amit Piros is mondott, hogy a táplálékunk 40-50%-át a méheknek köszönhetjük, ez eléggé rémisztő adat. Nem igazán tudták először, hogy mi okozza a kaptár elhagyást, ugye a CCD-t, tehát a Colony Collapse Disorder-t. A mai napig találgatnak, a mai napig felelősöket keresnek, leginkább vegyszerek formájában. Úgy gondolják, hogy bizonyos vegyszereket kivonunk a forgalomból, és nem fogjuk tovább használni, akkor ez a jelenség, mint olyan, megszűnik. De biztos vagyok benne, hogy ez nem fog bekövetkezni, ugyanis ez egy nagyon komplex probléma, és az egész mai méhtartásnak a következménye. Én is hoztam két könyvet, ami nagy hatással volt rám. Az első, ezt be is mutatnám, és átérnék utána a méhtartásra. Az egyik, ez sajnos csak idegen nyelven van, magyarul nem tudok róla, hogy lefordították-e. The Buzz About Bees. Én ezt elolvastam, teli volt színes képekkel, nagyon izgalmas információk, és utána kezdtem el mélyebben foglalkozni a méhek tényleg lenyűgöző és csodálatos világával. Illetve a másik pedig Rudolf Steinertől az ötödik munkás előadások kötetben. Ebben foglalkozik mélyrehatóan a méhekkel. És ennek a legelején mondja, ez 23-ban volt, és Steiner 23-ban azt mondta, hogy ha az a fajta gépesítés, illetve mechanikai gondolkodás, ami akkor elkezdődött, hogyha ezt hosszú távon folytatjuk, és ilyen kizsákmányolóan profitélyesen tekintünk a méhekre, akkor 80-100 év múlva ez az életforma nagyon komoly problémákkal fog szembenézni. Ezt 23-ban mondta, és ugye 2006-ban tehát volt először kaptár elhagyás, elég pontosan meg tudta határozni. És akkor ezek szerint van annak reális alapja, ugye többen ismerik már akár internetről is az Einsteini mondást, hogy amennyiben a méhek kipusztulnak, utána 4 év múlva az emberiségnek is vége, illetve hát éhen halnak az emberek. Tehát ez megállja a helyét, ez az Einsteini mondat? Nagy valószínűséggel igen, meg nem is biztos, hogy mi éhen halnánk, hanem az egész növényvilágot
az egész növényvilág veszélyben lenne, ugyanis a méhek és a növények kapcsolata egy nagyon komoly koevolúciós folyamat eredménye. Ugye leginkább azt tudjuk a méhekről, hogy nektár gyűjtenek, és abból mézet állítanak elő. Jön a méhecske, rászáll a virágra, elszívja, elrabolja a nektárt, beviszi a kaptárba, és ott mézet csinálnak belőle. Ám ez nem igazán így van. Oda megy a méhecske a növényhez, a növény mondhatni, odaadja neki a nektárt, és ezért cserébe a méh homeopatikus dózisba, de méh mérget hagy ott, ami vitalizálja a növényt. Hogyha ez a vitalizáció hosszú távon megszűnik, tehát nem méhek porozzák be a növényeket, hanem mondjuk, mint ami Kínában elkezdődött, nem tudom, hogy látták-e, hogy ilyen horgászbotszerű eszközökkel elkezdtek kézzel porozni. Megjegyzem, már Kínában is abba hagyták, mert rájöttek, hogy gazdaságilag ez kivitelezhetetlen, pedig ott rengeteg ember van. Szóval, hogyha ez a homeopatikus méhméreg átadás nem történik meg, akkor hosszú távon a növényvilág is szépen fogja magát, és elsorvad, eltűnik. Tehát valószínűleg az Einstein-i kijelentés, hogy 4 éven belül mi is eltűnünk, az igaz. Ez így elég szomorúan hangzik, főleg annak fényében, hogy általánosságban én azt tapasztalom a környezetemben is, hogy a méhek nem vívtak ki maguknak kiemelt figyelmet, illetve a védelmük sem ezáltal. Vagy hogyan segíthet az ember a méheken? Mit tehetünk mi kis emberek, akik nem vagyunk méhészek, nem vagyunk gazdálkodók, saját környezetünkben azért, hogy ők megmaradhassanak? Igen, hát egy nagyon érzékeny életformáról beszélünk. Én hoztam egy pár képet, hogy rá kicsit a probléma komplexitását be tudjam mutatni. Nem tudom, hogy egy picit lejjebb tudjuk venni a világítást, vagy az most lehetetlen. Működhet? Technikus úr, hogyha fényt egy kicsit lejjebb tudja venni, akkor... Szóval csak, hogy a probléma összetettségét megértsük. Nem csupán vegyszerekről van szó, hanem a listára fel lehet írni a monokultúrás gazdálkodást, természetesen a vegyszerhasználatot, a méhek ipari tartását, a kezelésüket. Technikus urat kérjük, hogy a fényt vegye lejjebb egy kicsit. Köszönöm. Mutatok egy-két képet, és izgalmas lenne egy picit befelé figyelnünk, hogy ki mit érez a képek láttán. Amerikai szántóföldi mezőgazdálkodás. Amíg a szemmel lát, egyetlen virág sincs, amivel táplálkozni tudnának. Ipari állattartás, szintén Amerikából. Itt sincs sok virág. Illetve egy picit bele gondolhatunk, hogy megpróbálhatjuk átérezni az itt lévő tehenek állapotát és életét. Ipari sertéstartás. Ez azért izgalmas, mert ezeken a képeken általában mindenki megrökönyödik. Viszont, hogyha mutatok egy ipari méhtartást, akkor általában nem sok minden történik, hanem tök jó méhek vannak ott. Természetben, ez egy nagyon ősi kapcsolatról beszélünk, mert a természetben megtalálható vadméhek is házi méhek, csak kirajzottak. Természetben a méhek azok megközelítőleg 150 és 400 méter közti távolságra helyezkednek el egymástól. Tehát ha természetben két vadméh családot találunk, akkor ilyen távolságra lesz egymástól. Hát itt ezen 150 méteren belül azért elég sok van. Képtelenek táplálkozni, ugyanazt látjuk, mint egy ipari állattartásnál, akár disznó, akár marha,
akár tudok mutatni csirkét is, megkészültem azzal is. Szóval ugyanaz történik. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a tehenek életciklusa az mennyire lecsökkent. Hogy amíg régen egy gazdaságban élt egy tehén 15-18 évig, addig manapság néhány laktációt megél, de mindenféleképpen 4 év alatti a tehén élete. A tehén idáig húzta, a méhekennél sokkal érzékenyebbek, és erre reagálnak e fajta tartásra, illetve e fajta életmódra, még pedig azzal, hogy elkezdenek eltűnni. És a kaptár elhagyás jelenséget talán így is lehet magyarázni, hogy ha mi emberek így törődünk velük, akkor ők úgy döntenek, hogy ebből nem kérnek, és szépen visszahúzódnak, és eltűnnek. Köszönöm szépen. Nagyon megdöbbentőek ezek a képek. Mik a lehetőségek? Tehát vissza lehet térni erről az ipari méhészkedésről a hagyományos, illetve kisgazda méhészkedésre? Az ipari méhészkedés, mint olyan, az nagyon nagy valószínűséggel el fog tűnni. Tehát tudom, ez kicsit keményen hangzik, de az a fajta méhészkedés, hogy ma ismerjük, hogy több száz család egy helyen, az nem fog működni. Ez egy nagyon komoly kihívás, nagyon nehéz feladat, főleg azoknak a méhészeknek, akik ebből élnek. Mert el kell kezdeniük azon gondolkodni, hogy hogyan tudják átalakítani a saját életüket, illetve a saját életüket a méhekkel, mert ez egyszerűen nem működik, nincs jövője. Azt látszik a képekből is, hogy ez nem egy egyszerű probléma, tehát át kell alakítani a mezőgazdaságunkat, ugye a monokultúrával le kell számolni, minél több virágzó bokrot, minél több mélegelőt kell kialakítanunk, hogy legyen mit enniük. A vegyszerhasználatot is mindenféleképpen kordában kell tartanunk, hosszú távon el kell hagynunk, úgy kell elkezdenünk gazdálkodni, olyan megoldásokat kell találnunk, amivel a vegyszert, mint idegen anyagot kivonjuk, kiszűrjük, nem használunk többet. És hát át kell térnünk alternatív megoldásokra, illetve alternatív méhkezelésre. Tehát a méheket kétféleképpen tudjuk vizsgálni. Egyrészt látjuk a méhecskét, aki ugye röpköd, gyűjt, vannak a dolgozók, a herék, illetve a királynő. De tekinthetünk rájuk úgy is, mint szuperorganizmusra, és akkor viszont maga a mély család, az egység, az élőlény. Hogyha ezt az egységet próbáljuk megérteni, és mélyen belemenni a méhek életébe, akkor ennek az egységnek és a szuperorganizmusnak is ki tudunk alakítani olyan életteret, ami számára a mai tudásom szerint a legmegfelelőbb. Hogyha a tehénre gondolok, akkor ki mire gondol? A tehén az járja a legelőt, legel, ki van neki rakva víz, iszik, majd este bemegy az istállóba, ahol megfejik. Ez van az emberek fejében, nem tudom, hogy hány ember a közönségből, hány ember gondol erre, de valóságban ez nem így van. A tehén jelen pillanatban áll az istállóban, kiszórják neki az etetőútra a élelmet, megeszi, reggel este megy fejése. Ki sem mozdul. Ezek nem ideális körülmények. Ettől az életet csökken, az életereje csökken. A méheknél ugyanez van. Most berakjuk őket, ugye leginkább doboz alakú, téglates formájú kaptárakba rakjuk őket. Ez nem feltétlenül ideális. Amikor a méhek, ez a szuperorganizmus, vagy a méh család úgy dönt, hogy szaporodni fog, akkor kirajzik. Általában ez május környékén, egy ideális évben május-június környékén történik meg. A kirajzás az úgy zajlik, hogy fogja magát a család, és a régi királynővel körülbelül a kaptár fele elmegy új otthont keresni. Amikor ez a tömeg elindul, ez tényleg olyan, mintha a víz folyna ki a kaptárból, jön kifele-kifele, és megpróbálnak felvenni egy tökéletes formát, ami a gömb. De a gravitáció lehúzza őket, és így kapnak egy fejjel lefele fordított tojás alakot.
És már van is ilyen kaptár, amin dolgozott egy német szobrász, és erre a formára jutott, nem tudom mennyire látszik, a lefele fordított tojást. Megtartotta, látszik, hogy középen van egy felező, azonban 9 darab félhold alakú léc, és arra építenek a méhek. Hát ez a Golden Hive, ez a természetes kaptárforma. Igen, ez a napkaptár, ez a természetes formája a szuperorganizmusnak. Ott a jobb oldali képen lehet látni, hogy ott próbál bemenni egy raj, és ott lóg a kaptár alján. Szerintem mindannyian bevallhatjuk, sokkal szebb látvány. Igen, ez szép látvány, akár ugye a kert dísze is lehet. Nagy valószínűséggel a méhek mostani problémáját nem az ipari méhészek fogják megoldani, hanem azok a hobbi méhészek, akik egyszer csak elkezdik mélyen érezni, hogy nekik valami dolgok van a méhekkel. Nem tudják, hogy mi, lehet, hogy semmit nem is tudnak a méhekről. 5 évvel ezelőtt nekem lövésem sem volt a méhekről. Nem azt mondom, hogy most van, mert ugye az ember minél többet tanul róluk, annál inkább jön rá, hogy nem tud semmit, de szinte mindennel így van. De az biztos, hogy meg lehet őket ismerni, és el lehet kezdeni velük együtt élni. Nem dolgozni, hanem élni. Itt akkor meg is kérdezném Dénest, aki ugye természetjáró ember, gyümölcsfákkal foglalkozik, hogy ő látott-e már egyáltalán még kirajzást, találkozott-e ezzel a jelenséggel, hanem akkor ő, mint természetszerető ember, mit javasol, mit lehet a méhekért tenni, illetve mik a tapasztalati ezen a területen? Igen, szintén üdvözlöm a jelenlévőket. A kérdésre igennel válaszolok, láttam természetes rajzást. Gyerekkoromban az elsőt, én vidéken nőttem föl, és aztán a munkám kapcsán most is nagyon sokat járom a határt és a vidéket. És hát általában ilyenkor szólunk az ismerős közeli méhésznek, aki nagy örömmel eljön és befogja a családot, és hazaviszi, elkezdik a közös életet, ha ezt így mondhatjuk. És tehát ez egy nagyon, az első találkozásom ilyen kirajzással, az tényleg nagyon döbbenetes, megkapó élmény volt. Tehát mai napig tényleg azt lehet mondani, egy csodálatos élmény, egy ilyen függő rajjal találkozni. A másik dolog ugye a gyümölcsfákkal való kapcsolat. Hát természetesen a gyümölcsészet és a méhészet nagyon szorosan összefügg. Maga a gyümölcsfa az egy első osztályú mélylegelő, és a megporzáshoz majdnem, hogy nélkülözhetetlen, de azért nem teljesen, ez egy kis érdekes megjegyzés. Van néhány fajta, amely megporzás nélkül képes termést hozni, és sok ilyen viszonylag magas az ilyen típusú fajtáknak a száma a hagyományos régi ősi típusú fajtáknál. Itt említhetem például a sárga cukorkörtét, mikor elsőnek megtaláltam ezeket a fajtákat, akkor a fa környezetében több kilométeres távolságra egyetlen más körtefa sem volt. És minden évben bőséges termést hozott a fa. Hát ez ennek a következménye, hogy partenok karpiával fejlődnek a termések, tehát nincs megporzás, nincsen megtermékenyítés. Életképes magok nem is keletkeznek a gyümölcsökbe, de maga a gyümölcs az létrejön, a körte megterem. De ez inkább érdekesség, mert a legtöbb fajtának természetesen szüksége van megporzó partnerre. És itt elhangzott a mit tehetnénk kérdés. Nyilván, hogy a gyümölcsösök telepítésével, illetve azzal, hogy akár öncélúan nézve saját magunknak nyilván jó megfontoltan gyümölcsfákat telepítünk, egybe a méhek életfeltételeit is javítjuk. Erről ezt akartam mondani, és még egy fontos dolog eszembe jutott, amivel így nem is készültünk a előadás megelőzően, hogy mondta Sanyi, hogy itt sok mindennek meg kell változni. A mezőgazdaság terén,
ipari mezőgazdaság, az ipari méhészet mindenképpen meg fog változni, azt mondta Sanyi. Én teljesen más oldalról azt látom, hogy a ipari mezőgazdaságnak, az ipari állattartásnak is át kell alakulnia. Én ezt mint ökológus mondom, és mint természetvédő gyakorlati szakember látom. Én a mindennapokban védett területeknek a természetvédelmi kezelését tervezem, illetve a gazdálkodással próbálom összehangolni a természetvédelmet. Nagy védett területeink vannak, Natura 2000-es területek. Ezek 98%-a olyan terület, hogy eleve úgy alakult ki az a védendő forma, amit ma védünk, a természetvédelem véd, hogy a gazdálkodás szervesen alakította, és a mai napig szükséges a gazdálkodás jelenléte, az állattartás jelenléte a fönnmaradáshoz. És úgy látom, hogy ez lassan most már nem csak a természetvédelmi területen kell, hogy működjön, ahol ugye kényszerből nem is engedünk meg mást, hanem most már gazdasági megfontolásokból is át kell alakulnia a nagyüzemi szántóföldi gazdálkodásnak, a tápanyag utánpótlásnak, és nagyon sok területen kell, hogy változás történjen. És akkor egyetlen momentum ezzel kapcsolatban, hogy a szántóföldi gazdálkodás az már tényleg csak a szántóföldi növénytermesztésből áll. A szántóföldön növényeket termesztenek, learatják, aztán szántanak, tárcsázás, tarlóhántás történik, majd kezdődik a következő év. Na most 100-150 évvel ezelőtt a szántóföldi gazdálkodás egyáltalán nem ezt jelentette. Nagyon fontos, talán a legfontosabb szegmens ez volt, ugyanakkor a fő növénynek a elvétele után, a betakarítás után hagyták a tarlót virágozni. Tarlóvirágzás következett, ezt a tarlót meglengeltették méhekkel, és meglengeltették állatokkal. Tehát még két ilyen nagyon fontos gazdasági funkció kapcsolódott a szántóföldi gazdálkodáshoz, és ez teljesen elterjedt volt olyannyira, hogy például az egyik nagyon jó mézelő vadnövényünk, a tarlóvirág, az egynyári tisztes fű, a Stachys annua, az ma már egy ritka faj. Egy ritka faj. Én évente 60-80 napot töltök terepen növényeknek a vizsgálatával, térképezéssel és fajlisták készítésével. Hát van olyan év, hogy 2-3 alkalommal is összefutok ezzel a növénnyel, de ritkává vált, hát ez egy tömeges növény volt, ez nyár második felébe, augusztusra, ez elborította az egész határt. Ezt mindenki ismerte, az én nagyszüleim például, vagy az a korosztály. Hogy nézett ki ez a növény? Ez egy fehér agyakos virágú növény, a zsájához hasonlít, olyasmi, mint a ligeti zsája vagy a mezei zsája. Ilyen hosszú fehér virágzata van, fürt virágzata van, és nagyon kellemes illata van, és imádják a méhek. Hát ez az egész tarló legeltetés, meg a tarlón való mélytartás, ez ki lett húzva, ez eltűnt, kiesett, most már egy érdekesség. Tehát a szántást követő évben nem a tarló? Nem, ez a szánt, tehát a betakarítás követő az adott évben még a betakarítás után néhány hét alatt a tarló kivirágzott. Nyár végére a tarló virágossá vált. Ilyet tényleg nem látunk már. Nem látunk ma már. Ez egy teljesen általános dolog volt, teljesen közismert dolog volt. És az őszig. És az őszig ment, igen. És akkor meg is legeltették ezeket a tarlókat, birkával, szarvasmarhával, és akkor majd késő ősszel jött csak a szántás. És vajon miért tűnt ez el? Ez egyrészt a vegyszerhasználat miatt, a növény, tehát pusztító vegyszerek miatt eltűnt, mert annyira dominánsá vált a növénytermesztés, hogy tehát nem engedi meg a gazdálkodó, nem is engedheti meg azt, hogy a tarlón úgymond egyéb növényfajok megjelenjenek, mert gyomnak minősülnek, amelyeket el kell pusztítani, és el is pusztítják. Ez egy hibás gondolkodás. Én azt hiszem, hogy ez egy hibás gondolkodás, illetve az én gondolatvilágommal ellentétes dolog, de most már azt is gondolom, hogy gazdaságilag is hibás elgondolás. Igen. És annyira hasonló, amit ön elmond, javaslom, hogy esetleg ez, ha már ekkora nagy szó, akkor nézzék meg. Mert szerintem az
Igen. Ez elképzelhető, tehát bele lehet ilyesmibe futni, van ilyen. Én most nem arra fogok menni, másik irányból érkeztem, de előfordul ilyen. Sajnos, hogy tényleg így mondjuk, hogy előfordul, és ha van egy ilyen példa, akkor tényleg érdemes megnézni. Olyan ritka dologgá vált ez, teljesen hajdan, mindennapos, és tényleg általános. És hogy valóban így van, az igazán örvendetes, hogyha meglátunk ilyen növényt. Elhangzott itt a Sanyi részéről, hogy igazából a kis hobbi méhészek, illetve az elhivatott emberek fogják megváltoztatni a méhek életét, illetve a sorsát, meg egyben a mi sorsunkat is. Mit tehet itt egy kis ember? Tehát említette a Dénes ezt a bizonyos fajta virágot. Én a saját tapasztalatomból el tudom mondani, hogy az én kis kertemben milyen növényeket tett a nyári orgona, tehát mik azok a méh barát növények, amiket szeretnek. Tehát ilyen pici szinten hogy lehet hozzájárulni a méhek fenntartásához? Hát minden napi kemény munkával, az biztos. Hát ha már van egy kis kertünk, és elkezdünk befele figyelni, és úgy érezzük, hogy nekünk dolgunk van ezzel a helyzettel, ami itt kialakult, de még méheket nem szeretnénk tartani, mert meg tud csípni, meg hát amúgy is nem értek hozzá alapon. Félünk, sokan fél. Én nem félek, de sok ember fél a méhektől. Igen, nagyon sok ember fél a méhektől, sőt, hogyha meglát egy darazsot, azt is méhnek nevezi. Igen. Mindenféleképpen a félelmeket félre kell söpörni. Gondoljunk bele abba, hogy mi történik a mély kasban, május környékén, amikor rajzás van. Hogy az a királynő, aki az eddig életét sötétségben és a kas közepén élte, illetve azok a dolgozók is, akik még lehet, hogy ki sem mentek, azok fogják magukat, és egyszer csak egy impulzus hatására, egy érzésre el kell hagyniuk az otthonokat. És bátran belevágnak ebbe a kalandba, kirajzanak, eltűnnek, és új otthont keresnek. Ugyanilyen bátorsággal kell belevágni abba, hogy akár hobbi méhészként egy családdal megpróbáljunk együtt élni. Szóval, hogy mutattad ezt a gyönyörű kas formát, és mondtad, hogy kertdísze is lehet akár. Tehát ez valóban lehet egy kis kertben is egy ilyen kas felállítása lehetséges? Természetesen ez lehetséges. A magyar törvényi szabályzások is megengedik. Be kell jelenteni. Hivatalosan 21 naponta szükség lenne kinyitni, de most egy picit törvényszegésre fogom önöket bátorítani, hogy ne nyissák ki 21 naponta, mert én sem örülnék, ha 21 naponta jönne egy sebész, és felnyitnám elkasomat, megnézni, jó, minden szervem rendben van, összevar, és mehetek is tovább. Tehát, hogy itt egy szuperorganizmusról beszélünk, egy komplex élőlényről, akkor ennél a kinyitásnál egy olyan dolgot teszünk, ami neki nem feltétlenül jó. 21 naponta a nyúlós költésrothadás miatt kell egyébként kinyitni Magyarországon a kaptárakat, hogy ellenőrizzék a méhészek, hogy van-e. Na most, ahol 100-150 méh család van egymás mellett, ott nagyon akármennyire is próbálják antibiotikummal, különféle gyógyszerekkel erősíteni őket. Gyenge méh családokról beszélünk. Ehhez még hozzájön a cukorvezetés is, ami még inkább gyengíti őket, és külföldön már megjelentek olyan cikkek, hogy a nyúlós költésrothadás egyik fő okozója az intenzív cukoretetés. Legyengül a méh család, és ez a költésrothadás az olyan, mint nekünk az influenza. Ha erős immunrendszerrel bemegyek egy terembe, ahol mindenki influenzás, akkor jó eséllyel úgy fogok kijönni, hogy nincsen semmi bajom. De hogyha legyengülve megyek egy ilyen terembe, akkor nagy valószínűséggel el fogom kapni. Ez ugyanúgy igaz a méhekre is. Ha erős a család, akkor ott van benne a levegőben ez a betegség, de nem fogja elkapni, hanem megy tovább és éli az életét. Gyenge családoknál pedig jön. Szóval mindenféleképpen el lehet rakni kertekbe, és el lehet vele kezdeni dolgozni. Csak nem. A szomszédok mit szólnak egy ilyen kaptárhoz? Nagyon szoktak neki örülni, és boldogan néznek a szomszédra, hogy megint valami új hóbort ütötte fel a fejét, és
elkezdett méheket tartani. Még mindig jobb, mint hogyha disznót vagy tehenet tartanák, mert ugye régen a háztájénál ott volt a disznó, a csirke. A csirkével az volt a gond, hogy kiabált, reggelente ugye a kakas, felébresztette a szomszédot. A disznóval meg az, hogy elképesztő büdös. Na most itt ez egyikre se igaz, ez egy csöndes állat. Legrosszabb esetben is csak akkor csíp, hogyha közel megyünk és elkezdjük zaklatni. Az viszont érthető. Tehát, hogyha a szomszéd nem megy oda a kaptárhoz, és nem kezdi el felborogatni, kinyitni, akkor nem fogják megcsípni. Legelőn, mély legelőn lévő méh, az is maximum akkor csíp, ha véletlenül rátenyerelünk, vagy rálépünk mezitláb. Egyébként egy mély legelőn gyűjtögető méh, az nem csíp meg senkit. Tehát megy vissza a kaptárhoz, és pont. Tehát akkor nem kell félnünk, hogyha kint vagyunk a természetben. Semmiféleképpen sem. Nem kell félni. Nem kell elkezdeni kapálozni, el fog menni. Tehát ne ijeszgessük. Nem kell ijeszegetni. Egyetlen gond az lehet, hogyha esetleg a hajomba beleakad, mert ez neki olyan, mint a pókháló, megijed és akkor szúr. De erre is kicsi az esély, mert nagyon ügyesen tudnak repülni, és nem, a legelő nem igazán megy bele az ember hajába. Ha közel van a kaftárhoz, akkor előfordul egy szalmakalappal, ezt meg lehet oldani. Tehát akkor egy ilyet felállítunk a kertünkben, és akkor ők maguktól megtalálják azt az élelemforrást, ahol ők szállhatnak? Vagy még segítsünk rá azzal, hogy telepítünk különböző növényeket? Segíteni mindenféleképpen jó. Tehát mézelő növényeket, mézelő fákat mindenféleképpen jó telepíteni, de ők megoldják ezt maguk. Körülbelül egy 6 kilométeres körben kezdenek el mozogni, és hozzák be a táplálékot. Olyan, mint bioméhészkedés, olyan elméletileg nem nagyon létezik. Akkor lehet bioméhészkedni, hogyha biomódon kezeljük a családot, de maga a méh az biztos, hogy fog behozni nem bioterületekről nektárt és pollent. Ha csak nem egy természetvédelmi terület közepén vagyunk, vagy egy nemzeti park közepén, ahol tilos a vegyszeres kezelés, mert akkor nem tud annyira messzire elmenni, hogy vegyszeres területre kerüljön. De igen, megtalálják maguknak az élelmet. Tehát lényegében nem is kell velük törődni. Lényegében nem. Hagyjuk békén a méheket. Lényegében a vadméhek, akik szintén a házi méhektől mennek ki, azok élnek évekig. Nagyon sok példát tudnék mondani, amikor egy méh család valahol beköltözik kémény közé, és évekig úgy él, hogy az ember hozzá se nyúl. Idővel a varóatkával is megbarátkoznak, tehát kialakul egy egyensúly az atka és a méh család között. Csak ezek még annyira új dolgok, hogy a rossz beidegződéseket még nem tudjuk kilökni magunkból. Hát akkor lehet gyógyszerezés nélkül méheket tartani? Lehet, nagyon sok példa van már a világszerte, egyre több. Leginkább Amerikában indultak el méh menedékhelyek, ahol kifejezetten olyan növényeket, virágokat telepítenek, ami egész évben virágzik. Nyilván nem ugyanaz a virág, de ugye folyamatosan van virágzás, és ezeken a helyeken már a varó atka ellen sem védekeznek, hanem olyan erős családokat építenek fel, amivel szépen beállítja magát a méh és a varó. És Magyarországon mi a helyzet ezen a területen? Tehát itt a mi méhészeink mennyire gyógyszerezik a méheket, illetve az élelmüket mennyire cukrozzák? Nem tudom, hogy szerintem olyan sok méhész nem lehet a hallgatóságban, mert különben már megvertek volna, ugyanis hogyha Magyarországon valaki azt mondja, hogy varó ellen nem kell védekezni hosszú távon, természetesen ez alternatív méhtartásra vonatkozik, akkor az kizár, a lincselés közeli hangulat kezd kialakulni. De ez lehetséges, hogyha nyugaton megoldják, akkor itt is meg lehet oldani, mert semmivel sem rosszabb a helyzet. Tehát ez kényelmi kérdés? Vagy felelősség, tudod, vagy még az emberek nem tartanak ott, esetleg a méhészek, a szakemberek sem, hogy belegondoljanak ebbe a kérdéskörbe, vagy ennyire fontos az anyagi haszon? Hát ez is. Tehát egyrészt ugye, ha elmegyek egy méhész tanfolyamról, megtanítják, hogy mivel kell kezelnem, hogy kell kezelnem, milyen sűrű nyitogassam. Másrészt ugye pont azért, mert megtalálják maguknak a táplálékot. Ha találok egy olyan helyet, ahol le tudok rakni mondjuk 20-30 családot, akkor az könnyű pénz is lehet, mert gyűjtenek, elveszem a mézet, és utána eladom a piacon. A cukor mindig olcsóbb, mint a méz. Tehát, hogyha elszedem tőlük a mézet, és utána cukorsziruppal megetetem őket, akkor ott már van egy biztos haszon.
Igen, a méhek megbetegszenek. A méheknek ez nem tesz jót, ez kifejezetten káros. Uh-huh. Mondjuk egy 4 tagú családnak egy ilyen kaptárnyi méh meg tudja termelni? Attól függ, hogy mennyi mézet fogyasztanak a mézre. Tehát ott is gondolkodásban változtatnunk kell, mert 150-200 évvel ezelőtt a mézet nem árulták, nem volt ára. Mert annyira nagy becsben tartották, hogy nem tudtak hozzá árat rendelni. Maximum ajándékba adták. Nem tudták azt mondani, hogy itt 1 kiló méz, adjál érte 2000 forintot, mert ez nem létezett. Ma viszont már mindenhez mézet használunk, tehát mézet rakunk a kávétól kezdve a süteményeiben mindenhogy. A méz az egy nagyon erős orvosság vagy medicina, és el kell kezdenünk újra így használni. Szinte csak ünnepnapokon fogyasztani, és megoldani másképp az édesítést. Hogyha kevesebb lesz az igény, akkor tehát mit tehet ugye még a mindennapi ember? Nem vesz a boltban mézet, meg sehol nem vesz mézet. Mert ha kevesebb lesz az igény, akkor kevesebbet fognak előállítani, kevesebb méhészre lesz igény. Nem a méhészek ellen beszélek, félreértés ne essék, hanem az ipari méhtartás ellen. Mert mint látjuk, hogy ennek milyen következményei vannak. És várhatóan jobb lenne a méz minősége is. Természetesen. Ugye például ebből a kaptárból nem lehet pergetni. Úgy lehet elvenni a mézet, hogy vagy a méz mindig a széleken van, tehát vagy levágom léppel együtt, berakom egy szitába és összetöröm, vagy a tetejére rá tudok rakni egy dobozt, és akkor oda csak mézet fognak vinni jó mézelő évekbe, utána azt elveszem, és a központi magot meg se kell nyitnom. És akkor lépestől benne van, belerakom egy nagy szitába, összetöröm, és minden lecsorog alulra, teljesen más lesz a méz állaga. Az Élőbolygó Alapítványnál készítetek kaptárakat, tehát van egy saját típusú kaptártok a napkaptárba, jól? Igen, ezt a kaptárt készítjük. Ez a napkaptár. Uh-huh. Ez Günther Menke tervezte. Érdekes, hogy a 90-es évek közepén már megvolt, de csak most kezdett el vele foglalkozni vele a világ. Amerikában, az Egyesült Királyságban, Németországban egyre elterjedtebb. Rózsaszalmából fonjuk. Hát az a leghosszabb és talán az a legegyszerűbb, de ugye lehet variálni, hogy milyen szalmát használunk. A rozs magasra nő és így könnyebb bele dolgozni. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy mi történik akkor, amikor én magam készítek egy kaftárat a méheim számára, nem pedig mondjuk megveszek egyet, vagy egy asztalost megbízok, hogy csináljon egyet. Nagyon-nagyon más lesz az a tér, ami így kialakul nekik. És nagyon más az anyag is, amiben élnek itt, ugye rozs, szalma, ott pedig fa. Készítenek meg kaptárat a méhészek? Van olyan méhész, aki készít, de leginkább fából. Nyilván ez az ipari méhészkedése alkalmatlan, 2 nap mire elkészül csak a rozs része. Tehát, hogyha ennek nekiállok szombat reggel 9-kor, akkor vasárnap délután 5-re vagyok kész a felső, meg az alsó részében. A napkaptárat ezt ti tanítjátok? Igen, lehet nálunk készíteni, ha van rá igény, akkor kirakunk egy kis papírt, fel lehet ráírni e-mail címet, és küldünk róla információt, és akár vissza is jövünk ide, nagyon nagy szeretettel. Helyben meg lehet tanulni. Persze, meg lehet. Hát akkor, kedves elnök, biztatnék mindenkit, hiszen ahogy elhangzott, kiskerten belül is lehet még barátnak lenni, és vagy saját örömünkre, vagy a méhek örömére kaptárt tartani az udvarunkban. Köszönöm szépen a vendégeinknek a beszélgetést, köszönöm önöknek, hogy meghallgattak bennünket, és távozzanak azzal a gondolattal, hogy a méh és a virág kapcsolata, talán a legszebb kapcsolatok egyike. Biztos mindannyian rácsodálkoztunk már egy virágkort begyűjtő méhecskére, és legyen ez a gondolat és ez a kép a szemünk előtt a továbbiakban. Védjük a méheket. Köszönöm szépen!